És akkor folytatjuk az Andor utcai vágányok történetét. És jelenleg itt vagyok a Parázda utcában, és szerintem itt lehetett a kábelgyári rakodó. Ugye a kábelgyárat azt éppen most bontják szerintem, itt a sikoldalt. És itt lakóparkok épülnek a helyén. De a vágány szerintem itt vezetett, és itt volt egy rakodó, meg itt volt egy elágazás, a kábelgyár fele. És itt ezért ment tovább is egészen a Hengermalom utcáig. És szerintem itt a... Hát itt most ki is van írva, hogy bontási terület, szerintem itt bontják. Akkor viszont a vágány valahol a szemközti ház helyén ment, és így egyenesen tovább. Itt az Aríz utcán valameddig le tudok menni, és akkor hátra még ott valami maradvány találok, bár... Nem valószínű, mert ugye itt már fel is épült egy lakópark. Itt a régi kábelgyári terület helyén. Úgyhogy szerintem a volt is bármi maradvány, azt eltüntették, de azért megnézzük. Ezt nézzétek, a volt kábelgyári iparvágány, az itt jött. Itt pont ezen a helyen, hogyha lehet hinni a térképnek. Látjátok, itt vannak a már felépült, meg az épülő lakóparkok is, ami épült, és itt. Tehát bármi nyoma is volt itt a töltésnek, azt már biztos, hogy eltüntették. Ezt nézzétek, szerintem egyébként itt is volt egy rakodó, mert hogyha ezt az aszfaltot megnézitek, ez nem új. Tehát itt ahol kiépült ide a Tesco, meg itt minden egyéb, itt a... Az üzletsor itt arrafele új parkolókat építettek, viszont ez nem aztán szerintem ez a régi, tehát szerintem itt valahol lehetett a rakodó, és akkor valahol itt mehettek a vágányok. Esetleg ott a térkép szerint egyébként ugye ott jött be az egyik vágány, viszont itt volt benne egy enyhe törés, és akkor így jött így valahogy erre. Tehát így egyre beljebb idáig jött. Tehát szerintem, és akkor itt lehetett egy rakodó ezen a környéken. Igen, nézzük, és egyébként ez a maskaköves út is, ahol most a fehér furgon megy ki, az is olyannak tűnik nekem, de mindjárt közelebbre megnézem, és azt nézzétek. Hát mondtam én, pár méternyi vágány maradvány, ez még itt van, tehát akkor valószínűleg ez a vágány ez így jött tovább, és tehát itt lehetett benne egy törés, és akkor így jött végig, és meg esetleg egy kiágazás ide a rakodóhoz. Ha ezt jobban megnézitek, akkor itt látszik, hogy ez lehetett a fő vágány, akár egy rakodóból. Ahogy mondtam, hogy itt valahogy itt tovább egyenesen, így, vagyis hát itt ilyen szögbe, és akkor ott lett a törés, akkor onnan tovább ott a, hát a most épülő a lakóparkok mellett ment valaha a vágány, és akkor itt valahol lehetett egy váltó, és itt ágazott ki itt egyenesen valameddig a rakodó vágány, és itt volt a rakodó, ez volt a rakodó. És akkor így, tehát... Ez a vágány, ez itt Ferdén jött még egy darabig, és valahol itt lehetett egy váltó, ahol kiágazott. Fentről.hu-s képeken ezt majd meg kell nézni, de biztos így volt, és a vége pedig itt volt. És ez volt a kábelgyárnak akkor az egyik bejárata, és ez pedig itt a másik, ez is szerintem ez egy ottan épület volt, csak felújították. Ezt nézzétek, itt van még a kelenföldi erőmű, ez úgy tudom, hogy még létezik. És sokáig egyébként az Andor utcai vágányokon a legnagyobb forgalmat ők szállították az épület elemgyár mellett. Ez akkor szűnt meg, amikor széntüzeléssel átálltak földgázra, ami ugye már nem vasúton jött, hanem vezetéken, és nem volt szüksége. Ez olyan 1995-96 körül lehetett, és utána csapott meg az iparvágánynak a forgalma. Maradt a kábelgyár, meg az épület elemgyár. Hát valahol errefele mindjárt kiélek oda, ahol ugye kiágazása volt a kelenföldi erőműbe a balvágánynak. Egyébként itt nem mentek sinák, csak errefele lehet megközelíteni. Itt a Dunapartot, ahol végül is egészen az infóparkig, meg még ott volt egy hajógyár, még addig is ment. De hát azt már nem fogom bejárni, mert azt már reménytelen, ott már biztos, hogy nincs semmi. Jelenleg itt vagyunk, a vágány területén nagyjából itt futott az iparvágány. Szerintem ide is volt egy bejárata ebbe a malomba. És ami érdekes, hogy itt volt egy kiágazás, ami bement a kelenföldi erőműbe. Vagy lehet, nem is itt volt, hanem egy picit odébb, de itt létezésre volt egy hurokvágány is. És addig fogom bejárni. Most tovább már nincs értelme, ott már biztos nem találok semmit. A kopaszigáltat ezt teljesen felújították. Meg ezt a környékét, úgyhogy itt már biztos, hogy semmit nem lehet találni. Úgyhogy egyszerűen mintem. Úgyhogy talán azt ott a hudakvágán se lehet már bejárni, mert az elkerített terület már az erőmű területe. Majd visszasétálok ott a Budafoki útig a vágány mentén itt, hogyha lehetséges. És akkor szerintem ennyi. Megesetben én megpróbálom, mert még ott lejjebb is voltak iparvágányok, amik kiágaztak, talán ott még találok valamit. De nem biztos, hogy ezt még ma meg tudom csinálni.
tudom mennyire látszik, próbálom nektek megmutatni a térképen, de ugye ez volt az iparvágánynak a kapuja. Tehát valahol itt vezettek be a vágányokat a kerítés mögött lévő épületekig. Ez már a kelenföldi erőmű. És egy udokvágányba ott meg is fordultak, ezt akkor nektek megmutatni, nem tudom mennyire látszik. A kamera megtalálja a fókuszt, ott van, tehát ebben a udokba fordultak meg, és itt ment még tovább a vágány, de itt már biztos, hogy semmit nem lehet találni errefele. Volt több leágazás, viszont itt akkora felújítások voltak, hogy esélytelen, hogy itt erre bármit találjak, úgyhogy nem is fogom bejárni. Az ivarvágány az valahol itt mehetett. Nem biztos, hogy pont itt, ahol most a járda van, meg a, ez a futóút, vagy bicikliút, nem tudom mi ez itt. Lehet, hogy itt mellette a füvön, de itt ment egyenesen. Úgyhogy most ameddig a hudok tart, addig bejárom, aztán majd meglátom, hogy tudok visszamenni. Itt a térkép ugyan nem jelöli, ez nincs is rajta, de szerintem itt is volt egy kiágazás. Itt pont annyi, hogy egy vágány elfér. És akkor itt is lehetett egy bejárata az előműnek, ahol szintén ugye bevezett az iparvágány. Mert mint mondtam, elég nagy forgalma volt, tehát szerintem több bejárata is volt. Viszont itt a gyárterületén sem látok semmi nyomát annak, hogy itt valaha vágányok mentek. Pedig biztos, hogy volt. És valószínűleg itt egyenesen jött be, és besatlakozott a másikba. És itt lehetett az a kiágazás a futok fele. Ott azon a hídon ment át a vágány, és itt ágazott ki valahogy errefele még egy. Ennek a nyomait megnézem először, hát ha van. Szerintem valahol itt hivetett, és akkor itt indult a hudok valahol. Hát nagyon bejárni már ez se lehet. És látható nyomait se látom sehol. Hát azon a hídon viszont a tovább vezető vágány ment. Ezt figyelmek fogom nézni. De ez a hídon látszik is, hogy ez vasúti hídnak épült. Viszont ugye azóta már teljesen felújították, úgyhogy nem. Úgyhogy magán a járófelületén ott már nem látszik, mert ideget sem fogunk találni biztosan. És ez volt az a híd, amin az iparvágány átment, viszont pontosabban ez itt, tehát ez ki lett szélesítve, szerintem, mert itt úgy emlékszem, csak egy vágány ment át, nem kettő, és akkor ez így pont egy vágány szélességű hely. A vágány viszont ugye így ment tovább, ott arra nyílegyenesen nagyon sokáig, ott, ahol az építkezés van még, és akkor még itt volt leágazás mind a két irányba. És a mostani Lágymányosi híd után is ment tovább az infóparkig, de abban már érthető, hogy semmi nem maradt. Tehát ott azért épült egy híd, épült egy komplett infópark, onnan már minden nyomot eltüntettek. De ezek az iparvágányok, amik itt tovább mentek, ezeket már korábban megszüntették. Tehát amikor még az Andor utcán volt forgalom, már akkor is csak a BVE épületelemgyár, meg a kábelgyárig ment. És a rendszerváltás után már errefele nagyon nem jött semmi. Tehát még a legtovább ezen a szakaszon a kelenföldi erőműnek volt kiszolgálása, de ott erre tovább már akkor se semmi. És a vágányok egy része már akkor fel volt szedve. Tehát azért mondom, hogy itt nem hiszem, hogy bármit is fogok találni. Úgyhogy most akkor vissza, és akkor a Budafoki útig még a szabadaték szakasz bejárom. Ennek a részét. Meg aztán még lehet, hogy tovább a másik irányba is. És lehet, hogy ez is egy iparvágány kapu volt. Nagyon úgy néz ki. Tehát lehet, hogy ez a térkép ez nem teljesen pontos. Egyébként elveszett sinek Magyarországon, de bemondtam már egy párszor. Csak azért mondom el többször, mert biztos, hogy mindegyik snit benne marad a videóba, hanem hát legalább egybe látszik. Tehát lehet, hogy még itt is volt egy kiágazás, ami ide bevezetett. Akkor az viszont valahogy így jöhetett, és ott ágazhatott le valahol a fővágányból. Vagy lehet, hogy a térkép pontatlan és a hudokvágány itt kezdődött. És akkor itt átjöttünk a Budafoki úton, és a vágány az onnan jött, és egy ívben bement oda. De látható nyomai már itt sincsenek, ahogy látom. Valameddig azért megpróbálom követni ezen a földúton. Akkor valószínűleg ez a kerítés egyébként nem volt itt, meg ez a kapu se, de most én most a vágány helyén állok. Egy-két ágyazatkő maradványt lehet találni, más nagyon nem. Viszont itt fordult el a kopaszig átfele, az látszik.
És ennyi, és még itt a Balázsda utca felé, mert vezető sineket itt még valamennyire föl lehet fedezni. És hát a felindulós, most itt vagyunk a kábelgyári leágazás fele, tehát ott a nagyjából az autó ment a túloldalon a Galvani utca, és onnan volt a kiágazás. Tehát ez a vágány, ez így jött valahogy, én úgy mutatom. És nagyjából ott a Gőzös környékén volt az egyik lecsatló. Tehát ott jöhetett itt át az úton. És így jött tovább. És látjátok, hogy még addig megvan. Tehát még elmegyünk addig a kapuig, mert a kábelgyári leágazás itt volt, és ott a Badászda utcán keresztül. És igen, ez amit a Badászda utca felől már fölvettem. Tehát akkor jól gondoltam, hogy itt volt a rakodó. Az egyik. Tehát itt a... Csak ez is már építési terület, valószínűleg eltüntették innen is a nyomokat. De akkor oda mindjárt belesünk itt a... És ráadásul nem csak a kábelgyár felé ment, a kábelgyár az még odébb volt. Az volt ott nagyjából ott a Hengermalom utcánál, már a Tesco helyén. Vagy azon a környéken, ahol most a Tesco van, meg annak a parkolója. Valahol ott volt a kábelgyár, de még előtte is volt valami. Valamilyen gyár még itt is volt. Aha. És azt látjátok, hogy még a betonaljak itt vannak végig. Tehát itt ment tovább a vonal, valameddig, de hát itt jól kivehető a nyomvonal, és itt volt mellette a rakodó. Amit már eltüntettek. És én szerintem még ketté is ágazott, hogy valahol volt egy onnai váltó, és akkor az egyik felé ott ennek a gyárnak, vagy valaminek jött a kiszolgálását végezte, itt volt egy vágány, amit csonkába végződött, a másik pedig ment tovább a kábelgyárba. És ez az, ami érdekes, és egyszer nem tudjuk hova tenni, hogy ez a vágány hogy került ide, mert ez valószínűleg, hogy nagyon másfelé nem mehetett csak így, viszont akkor itt, és ráadásul volt még egy vágány, ez volt a, ugye itt a, volt ez az épület, vagy az elemgyártó vállalat, vagy micsoda, annak a rakodója, a másik ment a kábelgyárba. Tehát itt előtte két vágány volt, csak az egyiket már korábban felszedték. De akkor azt a két vágányt azt így átszeléssel kellett, hogy keresztezze ez a másik. Csak és akkor az meg a majd. Viszont ezt a térképen nem jelöli semmi. Tehát mondom, fentről.hu, ezt meg kell nézni, hogy ez hova vezetett. Másik oldal viszont így jöhetett erre, mert nyilván akkor az épület még nem volt itt, és akkor így lehet, hogy hívesen befordult ott ugyanerre a telepre, és úgy ment tovább. Azt el tudom képzelni, mert nyilván ott a csarnoknak a helyén lehetett a rakodó. És akkor az oda ment. De ez akkor is érdekes. Akkor viszont itt volt egy vágány átszelés. Kettő. Pontosabban. Hát, fentről.hu, meg kell nézni. Hogy hát, ha ebből még látszik valami. Vagy esetleg még a Google műhold képén 2002-ben. Mert azt hiszem 2002-ig vissza lehet menni. Mert szerintem sürgősebb volt elbontani azokat, amik közterületen voltak. De ami így úgymond ilyen nem közterületen volt, hanem így különböző magánterületeken, az meg gondolom, hogy ráért, azt majd felszedett a tulajdonos, ha útba voltak ki, vagy ha épült ide valami. Akkor végül is a BV1-gyárat sikerült bejárni az épületelmgyárat, és hát köszönjük ifjú kollégának, köszönjük a segítséget, nagyon sokat segített ezzel, hogy ugye korábban már te már voltál itt, és akkor megtaláltál egy-két dolgot. És még emlékeztés rá, az nagyon helyes volt emlékeztés rá, hogy hol vannak ezek. Ugye végig is rengeteg kisvasúti helyet találtak, sőt megtaláltak még azt a sírt is, amit szintén nem mondott, hogy ott még vannak simulatban, nem vettem volna észre. Úgyhogy ezért is köszönet, hogy itt a mögöttünk lévő telepen is volt még egy pár méter sínszál. És hogy kivehető is volt, hogy honnan megy, hogy honnan hova. Úgyhogy ez a része ennyi lett, valószínűleg ez egy külön epizód lesz, mert itt a gyártelepen, meg itt a mögöttünk lévő másikon sokkal több emléke volt az Andor utcai vágánynak, mint eddig bárhol máshol megfordultam. Ugye a közterületeken gyorsan felszedegették a vágányokat, de itt ezen a telepen annyira nem siettek vele, szerencsére, úgyhogy mi meg tudtunk alakítani többet is. Úgyhogy akkor köszönjük a segítséget, és úgyhogy sziasztok! Valószínűleg ez egy külön epizód lesz. Jó. És akkor többé, sziasztok! Sziasztok!